Könnyel, de nyári esten egy klasszikus nagy operettel indult a nyári színházi évad Nagy Kanizsán. A Pesti Művészszínház tavaly tűzte műsorára a darabot, így művészei első ízben zengték a Huszka melódiákat a kanizsai közönségnek. Lili Bárónő, ami, ahogy a neve is mondja, egy operett fantázia, egy könnyed, szerintem szórakoztató történet, ráadásul Huszka Jenő zeneszerzőnek a szerzeménye, ami hihetetlen szép melódiákat tartalmaz, de valamiért mégis, én azt hiszem, hogy kevésbé ismertek a Huszka művek itt nálunk az operett irodalomban, mint mondjuk a Kálmán, vagy akár a Lehár művek, pedig legalább olyan szép, hogy ennek mi az oka, ezt nem tudom pontosan, de hát gondoljunk csak a Mária főhadnagyra, vagy magára a Lili Bárónőre, hogy milyen csodálatos melódiák hangzanak el, hát ez az, amit ma estére hoztunk. Azért itt is van egy-két olyan nagy szám, amit ismer a közönség. Hát nem egy-kettő, de az ember sokszor nem tudja, hogy ez a Lili Bárónőből van adott esetben, és hogy ez Huszka Jenőnek a szerzeménye, aki ráadásul Magyarországon született és Magyarországon élő operettszerző volt, szemben mondjuk Kálmánnal, ugye, aki, ha jól tudom, talán még magyarul sem tudott teljesen jól, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát, hogy ezzel valahogy nincsenek tisztában az emberek, de hát Gyere csókolj meg Tubicám, vagy Tündér királynő légy a párom, szóval hihetetlen szép dalok lesznek majd. Este is. A primadonna és a bon vivant mellett humoros, táncos jelenetek váltják egymást a darabban, melynek egyik főszereplője a Cető Roland által megszemélyesített csetlő-botló fiatal férfiú. Remeteházi galambos Alfred Iván egy igazi vesztes, azt hiszem, egy jó szándékú, jó szívű, hát a táncos komikus szerepe, ez borzasztóan hálás az operettekben, mert az emberek megkedvelik hamar, kicsit vicces, kicsit esetlen. Egyébként egy nagyon jó szívű, hát udvarol ugye Lilinek, de hát természetesen a szerelem viszonzatlan, hisz a primadonna mindig a bon vivant, na de azért nem megy haza egymaga, hiszen ott lesz Clarisse művésznő, akit azért meghódít a darab alatt. Egy könnyed, lendületes szerep, amit nagyon megszerettem, mióta játszhatom, úgyhogy remélem, hogy a közönséggel is sikerül megszeretni. Az, hogy egy könnyed és szerethető szerep, ez nem nehezíti meg azt, hogy ne tucat szerep legyen? Nem gondoltam még rá ilyen szempontból. Mindegyik alkotáshoz úgy kell hozzányúlni, hogy az ember a lehető legtöbb kapcsolatot megtalálja saját magával, és utána azt beletehesse magába a szerepbe. Tehát, hogy nem tudnék így különbséget tenni mondjuk egy Bóni Gróf között, vagy pedig egy galambos Alfred Iván között. Noha máshogy van megírva, és nyilván a volumene is más a darabon belül, de mégis hasonlóan nagy feladat, úgyhogy igyekszünk megugrani. A rablók egyszer csak elkezdtek tüzet lőni ránk! Milyen rablók? Ja, nem mondtam volna. Hát időközben rablók támadtak ránk. Valóságos tűzharc keveredett. Mind egyszer csak barikádot csináltam a lóból, aztán a ló barikádot csinált belőle, majd egyszer csak mindenki közel a rablókra. A primadonna és a bon vivant szerepét Fogarasi Bernadett és Egyházi Géza vitte színpadra, akiket a bíró Attila karnagy vezette zenekar is segített.